Köszöntöm nézőnket, itt vagyunk a Szivárvány úti kutyaiskolában. Ferenci Sándorné kutyakiképzővel beszélgetünk, és mögöttünk szépen türelmesen várnak a dobermanok. A dobermán mellett azért több kutyát is láttunk már öntől, most viszont egy kicsit a munka részét mutatjuk be nézőinknek. Mit is kell tudni a dobermanjairól? Igen, most egy kis munkarészét mutattam be, mert már ügyességében, ugye már a sokfele jártam városokban, láttak, és akkor most itt a munkarészét mutattam be, a BH munkavizsgát és a IPO egy munkavizsgának az anyagát. Így röviden mutattuk be, amit ugye az időnk engedett. Hát a Doberman, hát na, én nagyon szeretem, nagyon jó fajta, nagyon könnyen tanulnak, én imádom őket. És mit kell tudniuk egy ilyen vizsgán, hiszen azért majd itt nézőink a beszélgetés alatt látják azokat a különböző feladatokat, amelyet a három kutyus végrehajtott, de mi mindent kell tudniuk egy vizsgára? Hát végül is ugye szabadon kell nekik ülni, feküdni, közlekedni, és akkor közlekedni, ugye a BH munkavizsgának a közlekedési anyaga az, hogy a buszra felvisszük, vonatra felvisszük, lefektetjük, az emberek elmennek mellette, és szóval nem támadnak, ez a BH munkavizsgának az alapja. Úgyhogy egy ilyen közlekedési kutya vizsgának mondjuk ezt úgy, a BH munkavizsgánt. És hát azért láttuk itt, hogy különböző feladatokat is végrehajtanak, tehát azt hiszem, hogy ez nem 10 perces elfoglaltság. A három kutyusból van egy 7 éves, úgy tudom, hogy ő a legidősebb, de azért van másfél éves is köztük. Napi hány óra elfoglaltságot jelent ez? Hát de minden nap foglalkozok velük egy olyan 3 óra hosszát. Ha nem jövök ide az iskolába, akkor kimegyek az Erzsébetligetbe, Szabadba, meg odahaza a háznál, mert nekem otthon vannak akadályaim, és azt a részét is, meg én minden délután foglalkozok velük úgy, muszáj, mert sok a feladat, sok időt vesz igénybe, ahhoz, hogy tényleg látványos munkát mutassunk be. Mit kell tudni erről a fajtáról, hogy azon kívül, hogy erre a célra nagyon alkalmas, de mondjuk kisgyerekes családoknak, vagy idősebbeknek, tehát kiknek ajánl ilyen kutyát? Én mindenkinek ajánlom, mert kisgyerekek, ugye most a családban született kisunokám, de szóval egyszerűen barátságosak, nagyon szeretik. Kenderesen voltunk egy családi napon, és ez nagyon boldog voltam, mert végül is oda ment a dobermanom, és egy rokkantkocsis bácsi ült benne, és a kutyám össze-vissza nyalta, szűkölt körülötte, úgyhogy tényleg nagyon boldog voltam, hogy szóval szereti, és éppen úgy a gyerekeket ölelgeti, szóval na, egy nagyon barátságos, és egy nagyon jó családszerető kutyának tartom. Az akadályokra mennyi idő alatt lehet őket megtanítani? Tehát mennyire félnek? Azért láttuk itt a labda csipogott, tehát vannak azért kis pici trükkök, amit azért a kutyakiképző alkalmaz, de hányszor kell mondjuk megismételni, hogy átugorjon egy akadályt, vagy fölmenjen egy létrán? Ezt gondolom azért sok százszor esetlen. Hát igen, az a kutyától is függ, hogy na mennyire ugrabugrás. Hát végül is ez a 16 hónapos Doberman kutyám, ez nagyon hamar megtanult. Ez már otthon saját maga ugor, látta a többitől, ment maga fel a létrára, ment az asztalra, ugorta az akadályokat. Hát a kutyától is függ. Hát ha jó, szeret dolgozni, akkor egy... Hát szerintem egy 2 hét alatt be lehet tanítani, hogy visszaugrik, aportot hozza. Hát mondjuk az egy kicsit nehezebb az aporthozás, mert ugye meg a... Ugye az IPO munkavizsga anyagának az előreküldés, az bizony az időigényes, mert azért, hogy azt szépen megcsinálja a kutya, az igen, az több időt vesz igénybe. Tehát az előreküldés azt jelenti, hogy ide jött önnel, és akkor ott elhelyezett számára egy kis jutalomfalatkát egy akadály mögött, és akkor őt oda elküldte, és ott innen messziről adott neki feladatot. Igen, hát ez előre küldés, ez a munkavizsgának egy anyaga, hogy megyek láb mellett, és akkor kiadom a vezényszót, hogy előre, és ő saját maga megyen teljesen addig, még én rá nem szólok, hogy feküdj. És ha kiadom a vezényszót, hogy feküdj, akkor fekszik. Itt azért elhangzott, hogy nem kis munka ezeket a kutyákat felkészíteni, de azt hiszem, hogy az elmúlt években ez a sok-sok munka meg is hozta az eredményt, hiszen több tenyésztemlén is nagyon eredményesen szerepelt, viszont kutyakiképzőként is sikereket ért már el. Milyen díjai vannak már? Hát én nagyon, hogy mondjam, boldog vagyok magamra is, és a családomra is, mert azért ez én számomra ez egy nagyon... Hogy fejezem ki magam? Hát büszke is vagyok rá, mert ugye három fajtából értünk el bonckoszorús mestertenyészetet. Ugye én a Dobermanból, a német dog fajtából, és akkor a lányom a sárpelyből. És amint még viszont hát örültem is neki, mert azért én már nagyon sok kutyát megtanítottam, vizsgáztattam, IPO-ra is már 3-at, BH-ra is, vagy 6-ot, és akkor ugye elértem a bronzkoszorús mester kiképzői címet, és arra is nagyon büszke is vagyok, meg boldog is vagyok.
És hát azt hiszem, hogy ez egy családi vállalkozás, hiszen azért a férj készíti az akadályokat, beszéltünk már erről többször. A Andi van itthon, de a másik lánya is, hogyha itthon van, akkor barátok, ismerősök, azért egy bemutatón szoktuk látni, hogy azért mindenki segít önöknek, tehát azt hiszem, hogy sokan támogatják önt ebben, hogy ilyen sikeres lehet. Igen, hát sok a baráti köröm, és tényleg szívesen jönnek velünk, de szoktam is hívni. Andikának is most Kenderesre jött a barátnője, boldogan jött, mert a kisbabával eldologatta, és szóval tényleg jönnek. Már sokszor annyian is, hogy nem is jut nekik kutya. Hogyan látja a dobermanok helyzetét? Sok doberman van karcagon, vagy kevés tenyésztő van? Vagy éppen amiatt, ahogy mondta, hogy könnyen betanítható, egyre többen foglalkoznak vele? Hát, hogy mondjam, elég kevés a doberman tenyészet karcagon. Hát végül is én Poharanszki Józsit tudom, aki dobermannal foglalkozik, de így, ilyen betanítási célból, így csak én foglalkozok vele. Mert én szeretem, én tanítom be, úgyhogy rajtam kívül szerintem nem nagyon foglalkoznak így vele. Annyit, hogy a tenyészemlét elérnek, és kész. De én járok kiállításokra, ugye már a 7 éves kutyám az többször a champion, ipó 1, ipó 2 munkavizsgás, akkor a 2,5 éves dobermanommal most készülök a ipó 1 munkavizsgára, a 16 hónapossal meg majd B3-ra megyünk ősszel. Hol lehet legközelebb látni bemutatót öntől? Hát legközelebb a Berekfürdőbe lesz valami születi napok. Oda már úgy néz ki, hogy megyünk, és akkor a lovasnapokra készülök. És meg máma már kaptam egy meghívást, hogy október 11-én a Györfi István Alcsós tagozatos iskolába már fölkértek, hogy egy bemutatót tartsunk. Hát akkor azt hiszem, hogy lesz mit bemutatni a gyerekeknek. Én azt kívánom, hogy legyen sikeres a év hátra lévő része is, és akkor jövőre pedig még több sikert érjen a kutyáival. Nagyon szépen köszönöm, további jó egészséget kívánok én is mindenkinek.